43. alkalommal tekernek egészen az ország csúcsáig idén is a világ legjobb kerékpárosai májusban, 5 napon át. Több mint 900 kilométert tesznek meg a Tour de Hongrie versenyzői. A kerékpár sport egyik legrangosabb megmérettetésének története egészen 1925-ig nyúlik vissza. Már csak 67 nap és újra ellepik a magyar utakat a profi kerékpárosok. Kezdetét veszi a 43. Tour de Hongrie, amelynek már az útvonalát is kihirdették. Ez maga a kerékpársportnak a topja amatőrök számára is. Itt láthatjuk azokat a profi versenyzőket, akiket a tévében láthatnánk egyébként. 2022-es túr az minden idők legnagyobb, legrangosabb túri lesz. De menjünk egy picit vissza az időbe. A Tour de Hongrie első versenyén az első biciklisek 1925. június 27-én ültek nyeregbe, hajnali 4 órakor a budapesti Gellért szálló előtt. Jerzsabek Károly lett az első győztes, aki összesen 22 óra 10 perces idővel teljesítette a Budapest-Szombathely-Győr-Budapest 510,5 kilométeres távját. A verseny kezdetben 3 napos volt, majd később 4, illetve 5. A Tour de Hongrie történetében akadtak évek, amikor nem rendeztek versenyt, ám amikor zajlott, feledhetetlen élményt okozott nem csak a résztvevőknek, hanem a szurkolóknak is. Ez a kép az 1964-es befutóról készült. A karaván útját még egy világháború sem állta, mindig arra ment a mezőny, amerre felszedték az aknákat. Minden évben egyre több szemszegeződött a versenyre, és több települést érintett. A 2010-es évek közepén azzal szembesültünk, hogy az összes környező országban van kerékpáros körverseny, Magyarországon pedig nincs. Ezt pedig nem hagyták annyiban a szervezők. A gyöngyösiek is mindig kiemelt figyelemmel követik a versenyt, sőt kísérő programokat szerveznek a kétkerekű szerelmeseinek. Ezek a képek például 2019 nyarán készültek a szurkolói futamon. A résztvevők ekkor egy időben élhették át a Tour de Hongrie versenyzőivel a kékestetői szakasz kihívásait. A Tour de Hongrie mezőnyének nagyon-nagyon fontos az, hogy ennyi szurkoló kimegy a hegyekre, a kemény meleg emelkedőkön ennyien szurkolnak nekik. 2020-ban új, az eddiginél is nagyobb lendületet vett a verseny, először álltak ekkor rajthoz a legmagasabb szinten jegyzett csapatok, 5 World Team vett részt a nemzeti körversenyen. Én azt hiszem, hogy ez az a fejlődés, amire 2015-ben, amikor elindítottuk újra a Tour de Hongrie, senki nem gondolt volna, hogy meg fog valósulni. 2020-ban Walter Attila győzedelmeskedett, akinek neve örökre része lesz a Mátrának. Nekem rendezték ezt a versenyt, én is úgy érzem, most lassan. Elképesztő, itt vannak a barátaim, rengeteg ismerősöm, végig azt hallottam, hogy hajrá Attila is. És így nem veszthettem, úgy érzem, így nem lett volna méltó. Bár én kételkedtem abban, hogy tényleg meg lehet, de nagyon jó lábaim voltak. Amíg a támadásig utolsó 1 kilométerig gyakorlatilag könnyedén tudtam menni. A szervezők helyiek kezdeményezték, hogy azt a kanyarton Attila indította a végső hajrát, Walter kanyarnak nevezzük el. A várakozások szerint azonban az idei lesz a legnagyobb, leghangosabb verseny, hiszen 12 World Team vesz részt a viadalon, mellettük 10 Pro Team, egy kontinentális klub és a magyar válogatott indul, így 150 kerékpáros alkothatja majd a mezőnyt. A verseny Csákvárról rajtol május 11-én, vagyis 3 nappal a Giro d'Italia utolsó magyarországi szakasza után kezdődik. Mivel a két verseny gyakorlatilag az egész országot érinti, a szervezőknek közösen össze kellett hangolni a szakaszokat. Az indulóknak már 905 kilométert kellett tekerniük 5 nap alatt. A mindent eldöntő utolsó hegyi befutó most 11-szer lesz kékestetőn. Az, hogy ismét idejön a túr, annak az egyik oka az mindenképpen az, hogy a szervezők nagyon szeretik, és a versenyzők is nagyon szeretik ezt az egész szakaszt. Gyakorlatilag ugye itt van valahol nem messze, egy 15 kilométerre, ugye kékestető az ország legmagasabb pontja, ez mindig ad egy varázs szerintem ennek a versenynek, és maga az út, ami oda vezet, az tényleg embert próbáló. Május 15-én a záró napon a legnehezebb szakasszal fejeződik be a verseny. A királyi etap Miskolcról indul. A 184 kilométeres szakaszon csaknem 3000 méternyi szintemelkedéssel néznek szembe a sportolók, mielőtt az ország csúcsára érnének. A legsűrűbben ezen a szakaszon szoktak tekerni a biciklisek. Ez mindenki számára egy kihívás.
Nem véletlenül hívják a Tour de Anglin ezt a király etapnak. Itt szokott eldőlni nagyon sok pont vagy helyezés. Itt fölfelé is gyakorlatilag olyan sebességet tekertek, ami kapcsán a Trafipax lehet, hogy kiakadt volna. Az összefoglalók a világ több mint 150 országában lesznek majd láthatóak a televíziós csatornákon. A várható kékestetői befutó időpontja május 15-én 14 óra 25 perckor lesz. Tavaly megrendezték az első összetett kétnapos országúti kerékpárversenyt, a Tour de Gyöngyöst. Megszólalt a kürt, elstartoltak a bringások. Az első nap 75 kilométeres távot teljesítettek, a második nap 18 kilométert tekertek le a versenyzők. Azok az amatőrök, akik átélnék a túr élményt, idén júniusban lesz lehetőségük rajthoz állni. Június 4-5 a Tour de Mátra, ami hasonló, mint a Tour de Anglia, és az első kérdésedre válaszol, ez az a verseny, ahorra jöhetnek az amatőrök, és szeretettel várunk mindenkit. Ez az ország első kétnapos versenye. De térjünk vissza a profikhoz. A Tour de Hongrie versenyén szó szerint minden számít. Az erőllét, fizikum, tapasztalat, de fontos a lelki erő, a kitartás, és nem mellékes a bicikli minősége sem. Egy megfelelő kerékpár több millió forintos beruházást jelent a profiknak. Csillagászati árakon vannak, és olyan beállítás, hogy ezekről nem is tudunk, csak álmodunk, de ezért megyünk ki a versenyre, hogy a pálya mellett egy méterről lássuk ezeket a kerékpárokat. A dobogóhoz vezető úton azonban a taktika sem utolsó szempont, ez azonban mindenkinél mást jelent. Elengedik azokat, akik igazából a összetett versenyben nem nagyon számítanak, és utána kékes mátraháza között szoktak az igazi esélyesek megszabadulni a mezőnytől. Ha tudod, hogy van 4 sík szakasz, és az utolsó nap hegyen fejeződik be a verseny, valamint ha szeretnél időt nyerni a többiekhez képest, és azt a végéig megtartani, akkor már az első szakaszok valamelyikén támadnod kell. Az eddigi 42 versenyből 19-et magyar nyert. Bízunk abban, hogy idén is egy honfitársunk nyakába akasztják az aranyérmet. Májusban tehát ismét Tour de Hongrie, a főszervezőt, Ezen Krammer Károlyt köszöntöm. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Ha jól értem, az egy megtiszteltetés, az egy menő dolog, ha az embernek a városa környékén, a régiójában egy ilyen versenyt rendeznek, és egy nemzetközi sporteseménynek a része lesz az az utca, az a térség, ahol él az ember. Ezt jól látom? Hát megtisztelő, hogy ezt hallom, és ezt a célt tűztük ki ezelőtt. Most már 21 néhány évvel a kollégáimmal, hogy ezt elérjük. Azért hosszú út ment idáig, hogy mi most ott tartunk, valóban több város jelentkezik a Tour de Hongrie állomására, mint ahány lehetőséget tudunk biztosítani. Ugye a verseny 5 szakaszos, most már évre ráálltunk erre a rendre, és ez ugye naponta egy rajt, egy célváros lehetséges, ennél jó, sokkal több város jelentkezik. Így aztán egyfajta verseny is van a városok között. Kétségkívül Gyöngyös kékestető egy kivételes helyzetben van, hiszen Magyarország legmagasabb pontja csak egy van, ugye a kékessel, és így aztán ide azért, ha csak lehet, igyekszünk visszatérni. Ebben a sportban, ami magasan van, meg emelkedik, az a csúcs, ezért minden olyan hely esélyes, aki egy domb mellett elhelyezkedő település, és onnan föl lehet hajtani? Ez a csúcs ebben a dologban? Nem feltétlenül. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül, nem csak ezen múlik, de kékestető egy ikonikus helyszín Magyarországon. Tehát ez a Mátra szépsége, az egész hegy, a Mátraház a kékestető közötti út, az út minősége most már évek óta, hogy felújították. Tehát maga az egész a csúcson, a parkolóval, a toronnyal annyira adja magát arra, hogy egy ilyen eseménynek egy király szakasza legyen, hogy ezt tényleg minden évben igyekszünk, amennyiben módunk van rá befűzni az útvonalba, de egyébként nyilván más okok miatt is lehet egy város vonzó a Tour de Hongrie számára, tehát például ebben az évben Gyöngyös kékestetőn kívül 4 olyan város lesz a célállomásunk, amelyeken síkbefutók várhatók. Akár Székesfehérvár, vagy Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, vagy Kazincbarcika, mindegyik síkban van, tehát ott sprintbefutók lesznek.
egyszerűen a versenynek megvan az a lehetősége, hogy akár hegyen, akár síkon, akár dombos terepen zajlik, mindig tudunk valami olyat nyújtani, a mezőny olyan extrát nyújtani, amitől érdekes lesz a szurkolók számára. A varázsa mindeniknek megvan, kétségkívül az íze azért a kékestetőnek egy picit más, mint mondjuk egy síkbe futót szervezni. Modern világban élünk, és minden ilyen sportesemény nem önmagában áll, nem csak teljesítmény túra, hanem üzlet, meg marketing, meg image. Ezekben a dolgokban hogy áll ez a rendezvény, mit ad annak a közösségnek, annak a helynek, ahol ez keresztül halad? Az előző felsorolásban kimaradt egy kulcs szó, a média. A média megjelenés, bár ugye ezek mindegyik erre felé utal. A Tour de Hongrie valójában egy magyarországi turisztikai film. Mi egy profi kerékpárverseny ürügyén Magyarország városain, megyéjén végig rángatunk sok kamerát, helikoptert, kamerát, motoros kamerákat, helyszíni kamerákat, élő közvetítéssel mutatjuk be a versenyt, és a verseny közben a verseny hátterét, a körülményeket, a turisztikailag fontos helyszíneket, fürdőket, kastélyokat, várakat, amerre szívesen karikáznánk el családunkkal, vagy mennénk vissza, akár csak kirándulni is. Tehát ez egy olyan turisztikai film, amelyet mi forgatunk, amely azt gondolom, hogy messze magasan megéri minden olyan résztvevőnek, aki ebben partnerünk, akár egy megyének, egy városnak, vagy akár Magyarországnak. Ez így van a világon mindenhol, a Tour de France-t is azért is nézik sokan, akár a Giro-t is, mert hogy olyan tájakon megy, amelyre az emberek nem tudtak addig eljutni, és ők jövőre oda célozzák meg a kirándulásukat a családdal. Eisenkramer Károly, köszönöm szépen a rendelkezésre állást és az interjút. A 43. Tour de Hongrie rajtja előtt egy nappal Gyöngyösre látogatott a világ egyik legjobb csapata, a Team Bike XJ Jayco, soraiban a négyszeres Tour de France etap győztes Dylan Groenewegennel. A sportolók meglátogatták a városban működő kerékpárgyárat, amely szponzora a csapatnak. Találkoztak a gyár dolgozóival, megtekintették az üzemet, beszámoltak terveikről, megmutatták egyedi kerékpárjaikat, és egy tiszteletkört is tettek a gyár körül. A látogatást követően a csapat tovább indult Csákvárra, hogy csatlakozzon a magyar válogatotthoz, két kontinentális klubhoz, a 11 World Teamhez és a 8 Pro Teamhez, akik megküzdenek a végső győzelemért az ötnapos viadalon. 3, 2, 1, és elrajzolunk! Szerdán délután 13 órakor pedig elrajtolt a 43. Tour de Hongrie, hazánk legnagyobb kerékpáros körversenye. Ragyogó időben, szikrázó napsütésben kezdte meg 198 kilométeres útját a karaván. Az első szökésre nem kellett sokat várni, az első kilométereken egy ötfős szökevény csapat körvonalai rajzolódtak ki. A szökevények között volt a Sport Vlaanderen Belois két versenyzője, a belga Jens Reinerts és az Aaron van Puck, az amerikai bajnok Joseph Roskopf, valamint két magyar bringás, a bajnoki mezt viselő Filutás Viktor és az Eolo Kométa légiósa Dina Márton is. A magyar bajnok elvitte a sót a háromból az első egyeki körben, megnyerte a viadal első két hajráját. A Korda stúdiónál a hegyi, majd Bicskén a gyorsasági hajrápontjaiból is Filutás Viktor kapta a legtöbbet. A második körre négyen maradtak a szökevények, ekkor már a belgák vitték a prímet, de sejthető volt, hogy a sztársprinterek erős csapatai csak jól belátható távolságra engedik őket. 20 kilométerre a befutótól ismét Filutás Viktort mutatta a kamera. Az üldözőboly végén a magyar bajnok négy társával együtt bukásba keveredett, végül sikerült felzárkóznia. A hajrát már a nagy csapatok irányították. Az óriási száguldás végén a holland Olaf Kui és az olaszok pályás olimpiai bajnoka Eila Viviani csatázott az elsőségért, és végül néhány centiméterrel a Jumbo Visma 20 esztendős üstököse Olaf Kui szerezte meg a győzelmet. A
A riói olimpiai bajnok Eila Viviani mögött egy másik olimpiai aranyérmes Tokió bajnoka, a brit Matthews Walsh fért még fel a képzeletbeli dobogóra. A miéink közül a magyar válogatott Carl Ádám volt a sprintben a legügyesebb, a 16. helyen futott be. Az első szakasz győztes természetesen az összetett legjobbjának járó sárga mezt is magára ölthette. Az összetettben Dina Márton az 5. helyről folytathatta csütörtökön a küzdelmet. Filutás Viktort is a 6. helyen jegyezték, ám a bukás során szerzett sérülései miatt nem tudta folytatni a küzdelmet. Tovább zakatol a karaván, a Tour de Hongrie csütörtöki versenynapja is számtalan izgalmat hozott. A versenyzőknek az időre nem lehetett panaszuk, verőfényes napsütésben, már-már nyári hőségben indult útjára Karcagról, hazánk legnagyobb kerékpáros körversenyének második etapja. A mezőnyben ott volt a magyar bajnok Filutás Viktor is, aki az előzetes információk alapján csütörtökön nem állt volna rajthoz, hiszen szerdán hatalmasat bukott, ám a magyar versenyzőt keményebb fából faragták. Az Adria Mobil magyar légiósát a befutó után kórházba szállították. A kivizsgálás megállapította, hogy törés nem történt, de az orvosok nem javasolták, hogy folytassa a küzdelmet. Filutás Viktor ennek ellenére csütörtökön is nyeregbe pattant. A bringásoknak a hőség mellett a széllel is meg kellett küzdeniük a síkterepen. Az első szökési kísérletekre nem kellett sokáig várni. 8 fős szökevény csapat formálódott, amelyben helyet követelt magának a Team Novo Nordisk olimpikonja, a 37 esztendős Kusztor Péter is. A rutinos magyar versenyző mellett 4 olasz, 1 szlovén, 1 portugál és 1 belga kerékpáros alkotta ezt a csoportot. Utóbbi az összetettben második helyen álló Jens Reinerts a gyorsasági pontverseny legjobbját illető zöld mezt viselte. Nem alanyi jogon, hiszen ebben a versenyszámban ugyanúgy Olaf Koi vezetett, mint az összetettben, de a Jumbo-Visma hollandja nem húzhatott egyszerre két megkülönböztető mezt. Reinerts azonban bizonyított, a Tiszafüredi és a tiszaújvárosi gyorsasági hajrát is megnyerte, az ott szerzett időjóváírásokkal pedig virtuálisan átvette a vezetést az összetettben. A szökést 50 kilométerre a céltól befogták az üldözők, ezekben a percekben az erős oldalszél miatt sokan kerültek nehéz helyzetbe. A mezőny több részre szakadt, az első nagyobb boly élén pedig nagyon erős tempót diktáltak a nagy csapatok. Az első bolyban 4 magyar versenyző tudott megkapaszkodni, Dina Márton, Carl Ádám, Solymosi Márton és D. Kovács Dávid. A nap első felében remeklő belga Reinerts viszont a leszakadók közé került. A balmazújvárosi részhajrát az olimpiai bajnok Viviani gyűjtötte be, aki a 3 másodperces időjóváírásnak köszönhetően egyetlen másodpercre megközelítette az összetettben a sárgamezes Olaf Koit. Az utolsó kilométerekre visszatudtak zárkózni a leszakadók, így szinte a teljes mezőny együtt indult harcba a hajdúszoboszlói szakasz győzelemért. A mezőny hatalmas tempóval érkezett a fürdővárosba. 1 kilométer a céltól az utolsó éles kanyart is biztonsággal vették, de az egyenesben egy összeszakadás miatt óriási bukás történt. Végül a holland Fabio Jakobsen megszerezte a szakaszgyőzelmet a francia Rudy Barbier és a belga Sacha Vimas előtt. Jakobsen egyébként tavaly megnyerte a Vuelta España gyorsasági pontversenyét, ebben az esztendőben pedig már a 7. győzelmét aratta. Az összetett versenyben a napszökésében remeklő belga Jens Reinerts átvette a vezetést, de nem lesz könnyű dolga, hogy ezt pénteken meg tudja védeni. A Tour de Hongrie 3. napján Sárospatakról rajtol a magyar körverseny mezőnye. A bringások 154 kilométert tesznek majd meg a Nyíregyházán kijelölt befutóig. Látványos sprint befutót hozott a Tour de Hongrie 3. szakasza Nyíregyházán. A körverseny 2. szakaszának befutójánál történt bukás miatt 4 fővel kevesebben sorakoztak pénteken kora délután a Sárospataki rajtnál. A bukás után a sárga trikós holland Olaf Koit és honfitársát Arvid de Kleint is kórházba kellett szállítani. Koi lábát valamelyik kerékpáralkatrész megsebezte, 12 öltéssel varták össze a sebet, de Klein szerencsére megúszta zúzódásokkal a hatalmas bukást. Egyikük sem tudott rajthoz állni pénteken, ahogyan lemondott a folytatásról a Jumbo-Visma versenyzője, a holland Mick van Dijk és a kolumbiai Einer Augusto Rubio Reyes. A Jumbo versenyzői már pénteken reggel hazarepültek Hollandiába.
lot. Nagy tapsot kérnék szépen, tehát hajrá, elrajtol! A harmadik etapban már néhány kisebb emelkedő után teljesen sík és viszonylag rövid szakasz várt ezen a napon a karavánra. Nem sokkal a rajt után az empléni dombokon, Erdőbényénél volt kijelölve a nap egyetlen hegyi hajrája. Nem csoda, hogy a piros mezes belga Aaron van Puk azonnal társakat keresett egy szökéshez. A Sport Flandiren Baloáv ringása sikerrel járt, alkalmi szövetségeseinek segítségével be is gyűjtötte a részhajrá első helyért járó pontokat, így ezen a napon megvédte a piros mezt. A napszökésében négyen vettek részt, közülük a román Emil Dima megnyerte a tokai és a kemecsei sprintet is, de a forgatókönyv szerint a mezőny ezúttal sem engedte túl távolra a szökevényeket, 15 kilométerre a nyíregyházi befutótól magába is szippantotta őket. Óriási helyezkedés indult a sprint befutó előtt, összeálltak a vonatok, hogy a célegyenesbe repítsék legjobb sprintereiket. A Quickstep diktálta a tempót, de az utolsó kilométerre elfogytak Jakobsen segítői. A holland versenyző improvizálni tudott, az utolsó 300 méteren pedig ragyogó ritmusváltással maga mögött hagyta riválisait és megnyerte a szakaszt. Ez Fabio Jakobsen második etap győzelme az idei magyar körversenyen. A második helyen a francia Rudi Barbier futott be, a harmadik pedig a belga Sacha Vimes lett. A miénk közül sorozatban harmadszor is Kárl Ádám volt a legügyesebb, aki ezúttal is tartotta a lépést a nagy sprinterekkel és a 12. helyen ért célba. Fabio Jakobsen győzelmével az összetett versenyben is átvette a vezetést, a legjobb magyar Dina Márton is nagyon jól áll, a 8. helyről folytathatja a küzdelmet. Szombaton a Kazincbarcika körül kijelölt körpályán várhatóan ismét a sprinterek csatáznak majd. A 177 kilométeres etap újabb izgalmakat ígér. A Tour d'Hongrie negyedik szakasza is látványos sprintbefutót hozott, amelynek végén a holland Dylan Groenewegen szerezte meg az első helyet honfitársa Fabio Jakobsen előtt. A Kazincbarcikai rajtnál egy hiányzót jegyeztünk fel, a Juno X-Pro Cycling Team norvég versenyzőjét, aki nem vállalta a folytatást. A Trek Segafredo olasz sprintere Matteo Moschetti viszont sérülései ellenére ott volt a rajtnál. Ezen a napon 177 kilométer várt a mezőnyre, dombos terepen 3 hegyi és 3 gyorsasági részhajrával. Már a rajt után egymást érték a szökési kísérletek, de végül csak az járt sikerrel, amelyben a piros mezes belga Aaron van Puk is benne volt. A Sport Vlandiren Baloá hegyi portversenyben élen álló kerekese 3 alkalmi szövetségesével szökött el a mezőnytől, annak rendje és módja szerint be is gyűjtötte a Farkas Juki második kategóriás hegyi hajra első helyét, majd pontokat szerzett mindkét körben a tardonnai, harmadik kategóriás emelkedőn is. Ezzel a pontversenyben olyan tetemes előnybe került, hogy vasárnap már nem veszítheti el a megkülönböztető mezt. Az összetett élén nem történt változás, Fabio Jakobsen megőrizte az első helyet a legjobb pozícióban, amilyeink közül továbbra is Dina Márton található. Az Eolo Kométa versenyzője a 10. helyről kezdheti majd a zárónapot. Vasárnap a király etappal ér véget az idei Tour d'Hongrie. A Miskolc és Gyöngyös kékestető közötti etapon 184 km során 2751 méternyi szintemelkedést kell legyőzni. Eddig a sprintereké volt a főszerep, de az összetett győzelem sorsa a kékesre vezető emelkedőn dől majd el.